mai napi programunkat. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 24. Alföldi Áltenyésztési és Mezőgazda Napok termékdíj pályázat díjkiosztó ünnepségén. Hagyomány ez, hiszen évről évre megtartjuk a termékdíj pályázatot, illetve kérjük a termékdíj pályázatot, és nagy öröm számomra, hogy évről évre találkozok ugyanazokkal az arcokkal, akik hisznek az agráriumban, hisznek az innovációban, hisznek a termékfejlesztésben, és az is nagy öröm, hogy vannak új arcok és új pályázók. Az idei kiállításon csak egy újdonság, sok lesz, egyébként lesznek meglepetésprogramok is, ugye mindig kíváncsiak rá. Az idei kiállításnak az egyik újdonsága az, hogy a kiállítók és a szakma véleménye alapján háromnapos kiállítás és csütörtök péntek szombati menetrenddel. Kimarad a vasárnap. Amit még kiemelnék, hogy az idei esztendőben először a gépeseket, a gépkiállítókat, erőgépkiállítókat és hozzá kapcsolódó technológiai kiállítókat, szántóföldi gépeket és technológiákat egy helyre próbáltuk belakni, és ez a lenti úgynevezett gödör, más néven G-szektornak mondom, jobbalás, G-szektor, ilyet mondják, nem mondják mást, oda helyezzük el őket egy nagyságrendileg egy hektáros területen. Tavaly esztendőben 27 országból voltak látogatók, ugye ez kapcsolódott egy nemzetközi rendezvényhez, azt gondoljuk, hogy idén is sok külföldi látogatónk lesz a nemzetközi sátrat fenntartjuk, és a külföldi vendégeinket akkreditáljuk, és utána ezeket publikálni is fogjuk. És akkor szokásunkhoz híven engedjék meg, hogy a zsűri bemutassam, hogy nagyon sok ismerős arcnak ismerős a zsűri összetétele is, hiszen a jó csapaton nem változtatunk, és én ezúton is köszönöm professzorasszonynak, mert rengeteg egyéb, természetesen a többieknek is, de professzorasszonynak is rengeteg egyéb teendői mellett még ilyenekkel megzárom, hogy segítsen nekünk itt ebben a pályázati elbírálásban, de megtette idén is, és ezért külön köszönet jár érte. A növénytermesztésnek a professzor dr. Birkás Márta, egyetemi tanára, Tudományos Akadémia doktora és a Szent István Egyetem tanára, ő a zsűri elnöke, Sipos József a Bayer Ungarn Kft. Területi képviselője, mint gyakorló szakember, dr. Molnár Tamás a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Intézetének docense, ők a növénytermesztési részt bírálták, az áltenyésztés dr. Vágen Fer Zsombor a MÁSZ ügyvezető igazgatója, dr. Anna Házi László az Anifarma Kft. Képviseltében, mint külsős gyakorlati szakember, és dr. Sajra László a Szegedi Tudományegyetemnek a prodocense, ők a bizottság tagjai. Én akkor a Fekete Balázs kollégámnak adnám a szót, hiszen a magáról a kiállításról és minden egyébről sokkal többet tud, mint én, és engedjék meg, hogy akkor Balázs néhány gondolatot mondjon a díjakkal, illetve egyébekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. Elsősorban a mai alkalommal természetesen a kiállító pályázóinkat, a pályaművek bírálóit, a sajtómunkatársait, és hát kollégáimat, valamennyi kedves vendéget. Az a három szó írja le talán legjobban a mi kiállításunkat, hogy hagyomány, szakmaiság és megújulás. Ugye már rögtön a hagyomány, hogy már több éve ezt használjuk, már itt is megjelenik, de hát azért ennél komolyabb hagyományaink vannak. Hagyományos alapelvek mellett rendezzük meg a kiállítást, és azt gondolom, hogy amit a vezérigazgató úr is mondott, hogy egyre több kiállító jön erre a vásárhelyi kiállításra, és ez mind ipari, mind állatkiállítóra érvényes. Ez több ennyire azért van, mert értékelik azt a koncepciót, amit a mi szakmaiságunkkal akarunk közösen kifejezni. Erre a kiállításra nem engedünk olyan kiállítókat, akik csúnyán mondjam, bóvlit árulnak, bóvlit hoznak, nem a szakmaiságot képviselik. A koncepció az nagyon fontos, fontos, hogy hosszú távon tudja a kiállító is, a látogató is, hogy itt
mire számíthat Ródmezővásárhelyen. A hagyományok mellett a fejlesztés is azért mindig fontos. Már hangzottak el dolgok, hogy a tavalyi évhez képest is mi változik, de az elmúlt évekhez képest is, ha visszagondolunk, hogy egy olyan díszkaput állítottunk fel, ami 1809, aminek az eredeti 1896-ban készült. Elhangzott, hogy elég sok pályamű érkezik évről évre. Nincs azt gondolom, hogy a jövő évben, ami ugye 25. lesz, és már elég jelentős elképzeléseink vannak változásokat illetően. Ez is ilyen, és most csak a termékdíjakra gondolok, és most ne is kérdezzen senki más változtatásról. Igen, valószínűleg több kategóriát kell kiírni, illetve a díjak számát célszerű valamennyivel növelni. Egy borversenyenél ugyan nem vagyok borász, biztos azért irigykedem, hogy ott szinte minden bor aranyezüst vagy bronzérmet kap. Itt pedig hát van olyan kategória, hogy 10-12 pályázatból díjazunk aranyezüst bronzéremmel egyet, illetve hármat. Úgyhogy célszerű ezen is változtatni. Ilyenkor egy-két kötelességem is van. Annyit, hogy ez lesz a második év, amikor a termék nagydíj nyertese ilyen logót jogosult használni, amit Rádúj Csaba grafikus művész alkotott. És hát ilyenkor szoktam pár gondolatot mondani az átadandó díjakról is. Ez is hagyomány, hogy minden évben a legelsőtől kezdve vásárhelyi vagy Csongrád megyei képzőművészt kérünk fel, vagy pályáztatunk a kiállítás díjainak az elkészítésére. Ezek minden évben művészi díjak. Azt gondolom, hogy az idén is csodálatos díjak kerülnek átadásra. Ebben az évben Návai Sándor vásárhelyi szobrász művész nyerte el a lehetőséget, illetve hát az ő alkotását találtuk most legméltóbbnak arra, hogy átadjuk ezen a kiállításon. A terv fő motívumai a föld, a víz és a levegő. A természet, a mezőgazdaság és az állattenyésztés lét és alapelemeit. A kőtalapzat, ugye elsősorban itt a nagy díjra kell gondolni, a földet, a vízfolyás, az életet adó vizet, a szárnyaló galambok a levegőt szimbolizálják. A galamb már Noé bárkájában is a jó hírhozója volt. Az olajfaágával adta hírül, hogy közel a föld. A reménység szimbóluma lett, később a hűség és a béke jelképe is. A termékenységet a mozgalmas kompozíción belül a két alsó szerelmeskedő figura jeleníti meg. Azt gondolom, hogy olyan, és ez már az én mondatom, ami az utolsó, hogy olyan művészi alkotás született, amely egy kiállítási teremben is bizton nyugodtan helyet kaphatna, úgyhogy köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, szerintem következzen a díjak átadása. A mikrolital fény szilárd baktérium trágya oklevelet érdemelt ki, mivel magyar fejlesztésű, hazai gyártású, és igen színvonalas a bemutatása. Ez a perlites megoldás, amelyik az UV-sugárzással szembeni ellenállás növeli, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lesz, és nagyon kérjük a pályázót, hogy a beszámoló majd a jövő, ahogy a Balázs utalt erre, ki
kérünk egy olyan beszámolót, az egy év múlva, hogy hogyan is vált be. Valóban sikerült-e elérni azt, amit a pályáról szeretett volna. Kérjük szépen mikrofonnal Bionat Kárté. Gratulálunk, minden jót, és további jó munkát. Harmadik díjat kapott a Focus Energy Kft. 2011 óta hazánkban tevékenykedő cég, ezt nagyon alá kell húzni, és új szabadalma. Ez a kor alakban már nem, hanem ők máshogy, bocsánat, máshogy fejlesztették ki, tehát nem kor alakban, hanem folyékony anyagban, amely úgy gondolta a pályázó, nem akarom hosszan felolvasni, hogy ez sokkal hatékonyabb a növény felvétele szempontjából, és nagyon nagyra értékelte a zsűri azokat a hozamnövelő 22-27% öntözetlen és öntözött körülmények között. És javasoljuk ugyancsak, hogy 2018-ban is pályázzon a Focus Energy Kft. Most harmadik díjban részesítettük. Profit Kft-t kérjük, ez a bizonyos Amurok szabad aminosav és szilícium tartalmú növénykondicionáló készítmény, második díjat érdemel ki pályázó ezzel, ugyancsak magyar befektetői háttér, amelyet nagyon fontosnak tartunk, és azt is, hogy pályázó napjaink klíma kihívására keres választ, és úgy gondoljuk, hogy a terméke erre is kiváló lesz, mert az okszerű növénytáplálás, amikor túl sok a stresszes időkor, nem csak a mai napra, hogy hideg stressz éri a növényeket, de lesz még ilyen több is, hőstressz is, hogy ezek egyre fontosabbak lesznek növénytermesztésünkben. Kérjük szépen a Profit Kft. Alphabet Kft-t kérjük, Bio Lomtrágya termékcsalád a növénytermesztés egészségéért. Az első díjat megint csak magyar ötlet alapján érdemelte ki a pályázó, kifejezetten igen színvonalas bemutatásával, és nem csak azt mutatta be, hogy mire lehet jó, hanem már arra is, hogy hogyan vált be eddig. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pályázó a kihívásra adott, mármint klíma és nagyon sok más növénytermesztési nehézség, olyan frappás választ adott, amelyet úgy gondoljuk, hogy terjeszteni kell és díjazni kell. Kérjük szépen Alphabet Kft-t. Ezzel a növénytermesztés egyet befejeztük, és most a növénytermesztés kettő, a technika-technológia díjak kiosztása következik. Először a Kercher Hungária Kft-t kérem, oklevelet érdemelt ki a pályázó. Nagyon-nagyon jónak tartotta a zsűri a termékeiket, és nagyon sok jelét találtuk interneten és máshol is termékeik fontosságának, azonban pályázatok kísérben ez nem jelent meg, és nagyon szépen kérjük őket, hogy a jövő évben pályázzanak újra. És egy kicsit, hát, jobb pályázat, szemre is és tartalomban is. Gratulálok oda! Axial Kft. Következik, Maxicam sorfelismerő munkagép kormányzó automatikával. A zsűri nagyon fontosnak tartja ezt a terméket is, és hát technológiát, azonban szeretnénk fölhívni a pályázó figyelmét arra, hogy kicsit részletesebb kidolgozása lett volna szükség ahhoz, hogy előbbre lépjen az oklevélnél, de így is gratulálunk, hiszen nagyon fontosnak tartjuk ezt a terméket. Kérjük, a következő ugyancsak Axial Kft. Lesz, amely a Manitou egyik nagyon, hát nem lehet azt mondani, hogy sokadik, de nagyon fontos teleszkópos rakodógép, amelyet nagyobb gazdaságban ajánl a pályázó, és kifejezetten előnynek tartottuk mi is, és hát nyilván pályázó is, a fülkéből való jobb kilátást, a jó hangszigetelést, nagyon fontos ez a rakodás közben is,
és a kisebb káros anyag kibocsátást. Tehát akkor őket sem találjuk itt most. Jó, köszönöm szépen. Ugyancsak Axial Kft. Oklevel kiérdemelése. A kis és középgazdaságba alkalmazható új eszköz, ez pedig egy MXT410 homlokrakodó, PCH hidraulikus párhuzam vezetése. Nagyon nehéz nekem ezt kimondani, de úgy gondolom, hogy ez a termék is nagyon fontos, és mivel nincsenek most itt, akkor talán folytatná. És most szeretnénk a Samas Twist rendképző pályázatot benyújtót ide kérni, mert ők második díjat érdemeltek. Kiszaladló Kft. Nagyon fontos hazai alapítású cég, több éve sikeresen működő, és ezt a bizonyos gépet gyors és hatékony és tiszta rendképzés új lehetőségének bemutatásával érdemelte ki. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az egészséges takarmány, tehát az, hogy ne legyen szennyezett, és amikor ezt a pályázatot olvastuk, szinte éreztük a lucerna és egyéb zöldek azt a finom illatát, amely úgy gondolom, hogy valóságosan is ott van a pályázatnál. Gratulálok! Folytatom. Unicom Informatikai Kft-t kérjük majd. Ők a Green Patrol, nagyon fontos gabonaőr, plusz PLC, még egy ilyen betűjel is van itt. És az első díjat a pályázó ugyancsak egyedülálló új fejlesztésével érdemelte ki, mert ráérzett arra a dilemmára, amely nem csak az, hogy meg kell termelni, egészségesen tartani, és aratáskor örülni, hogy milyen terméket érünk el, hanem annak is, hogy egészségesen tartsuk a raktárban. Nagyon jól tudják önök, hogy mennyire hullámzóak a gabonárak, és hosszat kell tárolni. Az, hogy a tárolás minél rövid ideig tartson, de ha hosszú is, egészséges maradjon a növény, úgy gondoljuk, hogy ez a termék nagyon-nagyon fontos, és gratulálok! És akkor most befejezném, de a nagy díjat azért azt nagyon röviden elmondom, hogy az Axial Kft. Érdemelte ki, mert van egy fantasztikus, hát az a neve, hogy Class MCC Shredlecs technológia, amellyel nagyon egészséges sillótakarmányt lehet előállítani, de nem csak ez a lényeg, hogy egészséges, hanem a sillótakarmány összetétele sokkal jobb az állattenyésztés szempontjából, jobb emészthetőséget, és jobb hozamot, tejhozamot hozhat létre, és nyilvánvalóan, ha ez esetleg hús marhat tartásban, mint kiegészítő, ott is sikeres lehet. Majd, ha ideér a pályázó, akkor át fogjuk adni, de úgy gondolom, hogy azért előzetesen lehet gratulálni nekik. Kedves kollégák, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Az állattenyésztés termékdíjakra évek óta jóval több pályázat érkezik, mint a növénytermesztésben, de azt hiszem ez nem csoda, hiszen nagyon összetett a mi szakmánk, szakterületünk, sok tudományterületet érint, nagyon sok az innovatív cég. Nagy száma ennek a pályázatoknak szerintem azért még azon kívül, hogy innovatívak a cégek, azt is jelzi, hogy nagyon nagy presztízse van a Alföldi Állattenyésztési Napok állattenyésztésért termékdíjnak. Látjuk ezt a hirdetésekben, látjuk ezt a termékek értékesítésénél, oda teszik a cégek ezt a logót, amit Balázs is bemutatott, illetve az első, második, harmadik díjazott is ezt az elismerést kiteszi, és büszke is lehet rá, úgy gondolom. A 26 terméket két kategóriába csoportosítottuk. Az egyik kategória az agrárinformatika, tartás, technológia és takarmányozás. A másik kategória állategészségügy, szaporodás, biológia és élelmiszeripar. Ide 11 pályázatot küldött be 12 cég. Tehát elismerő oklevélt kap a Vitfosz Hungária Kft. Kérem szépen a cég képviselőt, amennyiben itt van, fáradjon ki. Az elismerő oklevélt vegye át a hatékony módszer, illetve megoldás a hívtánya kezelésben című pályázatáért. Később érkezik. Második elismerő oklevelet adjuk majd a Profit Kft-nek. Kérjük szépen képviselőt, azt hiszem itt van, vegye át a Nucleo for Swine, a malacok első takarmánya a kocatai összetételének kedvező befolyásolására című pályázatáért elismerő oklevelet kap. Gratulálok! A Kercher Hungária Kft. Képviselőt már látta, tehát itt van, legyen kedves kifáradni. Innováció mezőgazdaságban című pályaművéért az elismerő oklevelet vegye át.
EPF Kft. Az EPF Kft. Képviselője, kérem fáradjon ki, hogy több pályművet is beadtak, egészen pontosan ebben a kategóriában hármat. Ezek közül kettő elismeri oklevélben részesül. Elismeri oklevélben részesül a Bonafarm Bábona Takarmány Kft. Is. Genetika specifikus sertés takarmányok című pályművé. Illetve hiszen a Bonafarm is több pályaművet adott be, a NIR hálózatra alapozott precíziós takarmány előállítás című pályázatáért. És elismerő oklevélben részesül a Boy ZRT, a Bonafarm Bábona Takarmány Kft. És a Holstein Genetika Kft. És elismerő oklevélt kap az Argos F Kft. Képviselőjét kérnék szépen, hogy fáradjon ki a Melavit BS Plus pályázatáért. Gratulálok! Harmadik díjas az állattenyésztés agrárinformatika tartás technológia és takarmányozás kategóriában a VNV Kft. Milpro P4C integrált fej- és vezérlő rendszere. Nagyon innovatív fej- és rendszer. A másik ilyen harmadik díjat kapja az egyes kategóriában a Profit Kft. Kérnék szépen a Profit Kft. Képviselőjét. A Perstorp szerves savakra épülő precíziós tömegtakarmány tartósító rendszerével, vagy tartósítójának pályaművével nyerte el a harmadik díjat. Gratulálunk! Második díjban részesül az EPF Kft., ahogy mondtam, ők több pályaművet beadtak. Egy gondolatot azért az első díjazottról mindenképpen megérdemlik. Ugye a takarmány, Bábona Takarmány márkanév egy régi márkanéva, a piacon nagyon régóta ismerjük, több évtizedes múltra tekint vissza. A cég fő tevékenysége, premixek és takarmányok gyártása, forgalmazása, amely a hazai takarmányelőállítás közel ötödét fedi le. Az öt takarmányelőállító telephelye Nagyigmán, Zalacsi, Bújszász, Mohás, Dalmand és 9 üzem egyedülálló struktúra a magyar piacon. És a cél az volt, hogy az üzemek olyan termelési eredményeket érjenek el, amivel ellensúlyozni tudják a GMO-mentes alapanyagok magasabb árát. Takarmányozást a cégcsoport által elállított hazai eredetű extra hard szójadarából, saját fejlesztésű és gyártású bendővédett alapanyagokból, ilyen a Soyzin és a Soyzex, ezekből állítják elő. Az új fejlesztési magyar eredetű és GMO-mentes szarvasmarha takarmányok elejtermelés valósítható meg. Gratulálunk a Bonafarm takarmánynak! Második kategória, állattenyésztés, állategészségügy, szaporodás, biológia és élelmiszeripar. Elismerő oklevelet adunk a VNV Kft.-nek. Elismerő oklevelet fog kapni az Orvia Magyarország Kft. Kérjük a képviselőt fáradjon ki a Járványvédelmi Kerekasztal című igencsak látványos és nagyon fontos, hogy a madárinfluenza kapcsán a járványvédelmi kerekasztalt kezdeményezett a cég. Hát nagyon értékeltük, ha lenne külön díj, akkor ők kapnák ezt a külön díjat. Orvia Magyarország Kft. Elismerő oklevelet kap a Kármőz Hungária Kft. Az Optilit, az egészségesebb és biztonságosabb állattartásért című pályázatáért. Elismerő oklevelet kap a Boy ZRT.
Animal Hygiene Kft. Flashtomatic. Elismerő oklevelet kap az Agroprojekt Kft. Oklevelet adunk az Altech Hungary Kft.-nek az Actigén és a hozzá kapcsolódó antibiotikum csökkentési programjáért. BOSZ Plusz, harmadik díj. Második díj. Két cég adta be a pályázatot, az Adexgo Kft. És a Vitafort. Ők évek óta közösen szoktak beadni pályázatot, nagyon innovatív termékekkel. Komplex szemléletű precíziós drench programjukért kapják a második díjat. Következik a kettes kategória első díja. Tehát az Agrolegától egy 100%-ban magyar tulajdonú 1996-ban alakult Kft. Ide az elsőként kezdték meg szarvasmarha, juh és kecske ágazatban a tejtermelő fejlesztés, fejéssel, tejkezeléssel kapcsolódó szakterülettel összefüggő komplex szolgáltatásaikat. És akkor nincs más hátra, mint a nagy díjas kihirdetése. Tehát Cefa Filaxia ZRT képviselőjét kérem, hogy fáradjon ki. Termékük a Hiogén, a hatékony védekezés a sertés mikoplazmózis ellen című pályázatáért. Gratulálok! A cég több mint 100 éves múltja során meghatározó szerepet játszott a magyar nagyüzemi állattartás gyógyszer és oltóanyag igények kiszolgálásában.
Thank you.